Emelniük kellett az év elején a liszt árát a malmoknak. Az áremelkedést azzal indokolták, hogy nem biztosítható a működésük. Megnéztük, miként érinti mindennapjainkat Karcagon a térségben az áremelkedés. Ez olyan finom sejmes. Jó a tapintása, már a tapintásról észre lehet venni, hogyha jó a liszt. Tehát szerencsére általában jó lisztünk van. Híradások szerint 66 ezer forintnál is magasabb 1 tonna jó minőségű búzaára. A jelenlegi lisztárak viszont csak 56 ezer forintos búzaárat fedeznek. Sajnos ezzel a rossz hírrel indul megint, hogy a lisztnek az ára emelkedik. Nem mondom, hogy nem voltunk rá felkészülve, ugyanis 2 hónapon belül már ez a második áremelés, és már novemberben megmondta a malom, hogy januárban újabb áremelés lesz. Mivel hónapok óta ennél drágább a kenyérgabona, a malmok 7-10%-os áremelésre készülnek. Ezt már képtelességben nyelni. Igazság szerint már egy fél évvel ezelőtt aktuális lett volna az áremelés, mert folyamatosan áremelés volt. Novemberben azért nem emeltünk, mert a karácsonyát senkinek nem akartuk elrontani, és már úgy voltunk vele, hogy már azt az évet. A másik meg az, hogy tudtuk azt, hogy januártól újabb áremelés, és még akkor nem is számoltunk a béremeléssel és annak a vonzatával. Ezt most egy 10%-kal muszáj lesz megemelni ahhoz, hogy nagyjából szinten legyünk, ez sem lesz még elég, de azért kíméletesen 10%. Mi nem nagyon szoktunk elszállni az árakkal, most 350 forint egy kiló fehér kenyér, és erre olyan 10%-ot kell rátenni. Hát nyilvánvaló vannak, ahol azért jóval drágább. A liszt előállítási költségeiből a búza beszerzési ára 75-80%. A Karcagi Pék televíziónknak elmondta, hogy óvatosan és takarékoskodva kell dolgozniuk a liszttel. Ami a kenyértészta alá megy liszt, azzal. De hát nehéz spórolni, mert hogyha keveset szórunk, akkor leragad a tészta. A jelenlegi piaci helyzet hátterében alapvetően a hazai és az európai búzatermés áll. A súlyos aszály, majd a tavasz végi nyár eleji esős periódus sem a termés mennyiségének, sem a minőségének nem tett jót a mezőgazdasági szakemberek szerint. A mintegy 5 millió tonnányi magyarországi búzatermésből az étkezési minőség általában a szokásos 65-70%-os aránya 2020-ban 30% körül volt.